Köszönjük szépen, kedves nézőink, az iménti percekben a Zaporozset zenekart hallották, akik nemrég még a budapesti stúdióban sok ezer, sok százezer néző előtt énekelték el azt a dalt, és most itt akusztikusan nekünk is a stúdióban. Arra kérlek benneteket, hogy a könnyebb kommunikáció kedvéért pattanjatok föl ti is. Tisztelettel köszöntöm Balaton Gergelyt, Varga Bencét, Pap Dánielt és Hoffmann Mátét. Sziasztok! Hoffmann Dávidot, bocsánat! Azt szeretném kérdezni, hogy milyen élmény volt a dal döntőjében, illetve hát, hogy is fogalmazzak, televíziós showjában megmutatkozni? Hú, hát nagyon izgultunk. Sokan mondták, hogy az látszódott is, de hát hatalmas élmény volt életünk egyik legnagyobb pillanata volt, azt hiszem tényleg, hogy ott több száz ember körülöttünk ugrált, és próbálták a lehető legjobbat kihozni belőlünk, illetve a lehető legjobb körülményeket megteremteni nekünk. Tényleg fantasztikus dolog volt. És hát meg kell dicsérnem Fredit is, mert nagyon kedves volt hozzánk a kulisszák mögött is, meg a színpadon is, úgyhogy pozitívan csalódtunk például benne, és nem ismertük
például őt. Hát ő maga is végigment azért egy hasonló procedúrán, gondolom, hogy empatikusabb. Mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen győztesei vagytok ti is már ennek a produkciónak, ami a dal az ország egyik legnépszerűbb dal versenye? Hát nyilván 559 dal közül a legjobb 30 lenni már egy nyeremény, és hogy megmutathattuk magunkat, ez pedig egy plusz öröm. Igen. Jó volt. Jó, klassz volt, igen. Szóval beszéljünk egy kicsit a zenekarról. Mozgalmas időszak áll mögöttetek, és úgy tűnik, hogy előttetek is, de mi nyúljunk vissza először a kezdetekre, 2004-re, mert valahova oda datálódik, ha jól tudom, a Zaporozsec indulása. Mindjárt a névválasztásról is érdemes talán szót váltani. Igen, hát azt tudni kell rólunk, hogy azért vagyunk ilyen öregek, azért vagyunk ilyen fiatalok, és mégis ilyen öregek zenekarként, mert szinte az óvodás korunkig visszanyúlik, hát legalábbis a barátságunk mindenképp, és a zenekarunk is, hát általános iskola végére tehető, amikor megalakult. Akkor még nem a Zaporozsec, de egy hasonló tagokból álló formáció, és akkor az iskolához vezethető vissza a névválasztásunk is, amikor kerestük az új nevünket egy borzalmas tehetségkutató szereplés után, akkor az egyik informatika tanárom beszélt éppen az iskolában a nagyszerű Zaporozsecről, hogy Brezsnyev Átka, megmesélte a mindenféle fantasztikus sztorikat a Zaporozseccel kapcsolatban, amiről nekünk fogalmunk sem volt, és nagyon megtetszett rögtön a név, meg hogy ilyen mitológia lengik körül, misztikum lengik körül a Zaporozsecet. Aztán az élet az ide-oda sodort benneteket a gyerekkori barátságból, meg abból a bizonyos zenekarból, aminek volt neve akkor már, vagy az csak egy... Mi volt? G-Birds, mert a Bence apukája mindig jó madaraknak hívott minket, és még a Grease szerettük, ott meg a T-Birds volt. Igen, a Burger King-en rajt volt az, hogy T-Birds, és akkor nagyon megtetszett. És a G-Birds lettünk mi. Szóval aztán akkor 2004-ben sodort ismét benneteket össze a nagybetűs élet? Vagy azóta is együtt zenéltetek, csak valahogy akkor választódott ki az új formáció, új neve? Igen, ez a 2004, ez a Zaporozsec. Akkor talán akkor léptük gimnáziumba, tehát hogy körülbelül igazából nem hozott össze minket újra, hanem csak ezzel a névvel indultunk tovább, igen, folytattuk tovább. Aztán jöttek a hangos sikerek, mert onnantól kezdve talán, hát ha még ilyen-olyan Burzsről nem hallottunk, de a Zaporozsecről onnantól kezdve már aztán folyamatosan, ha jól figyeltem én is az elmúlt, hát mennyi akkor az már 15 év? Hát igen, borzalmas, így még gombozból is. Az az igazság, hogy azért sokat küzdöttünk, természetesen kicsit más egy vidéki zenekar pályája, azt hiszem, mint egy Budapesten lettünk volna ugyanezzel. Azt nem is fordult meg a fejetekben, hogy esetleg kilépni és a zenével úgy mond profibb módon foglalkozni, tehát hogy elsősorban erre helyezni a hangsúlyt, és nem mondjuk az egyetemi tanulmányokra? Végülis az egyetemi tanulmányainkat is úgy alakítottuk, direkt azért jöttünk ide Szombathelyre a Dáviddal, hogy egybe tartsuk egy kicsit ezt a zenekart. Olyan szinten azért a szüleink nem engedték volna meg, hogy ne legyen tisztes polgári foglalkozása ennek a gyereknek, úgyhogy nem, ez mindig egy másik része volt az életünknek, vagy egy elkülönített része volt az életünknek a zenekar, de hát nyilván azért most egyre komolyabb, meg én is csak például félállásban tanítok, tehát hogy azért elég nagy szelete most már az életünknek ez a zenekar, de mindig volt egy másik része is, ugye azért tudjuk, hogy a kreatív ipar azért az eléggé hullámvölgyekkel teli, nem lehet feltétlenül biztos megélhetést biztosítani belőle. Ám bár aranylemezes zenekarként, talán most már a nevetek egy kicsit a pop szakmában jobban peng. Igen, ez most az év végén sikerült, illetve tudtuk meg, mi konkrétan a dal műsor sajtótájékoztatóján, ilyen ünnepés keretek között a menedzserünk, igen, igazán nem tudtuk tényleg, és így pont egy interjú közben voltunk, amikor a menedzserünk csak így beálltott, és nem értettük, hogy mit keres itt, mert nem szokott ilyet, és akkor hozta a kis plaketteket, hogy akkor gratulál, úgyhogy tényleg egy hihetetlen érzés, meg főleg úgy gondolom most, hogy fizikai formában nem tudom mennyien vásárolnak úgy aktívan lemezeket,
Tehát főleg... Nektek fontos ez, hogy hordozón is tényleges fizikai jelenlétében ott legyen a lemez, nem csak virtuálisan a világhálón? Nekem személy szerint az, mert ez mégis egy kézzel fogható dolog, ami egy picit az enyém, illetve a miénk nyilván. És mert nyilván a mai világban azért az más, hogy egy klikk és megvan, de ez mégis egy személyesebb kapcsolatot tud fűzni hozzánk, illetve minket hozzájuk. Beszéljünk egy picit még a dalról, amit választottatok. Miért fogalmazódott meg bennetek, hogy elinduljatok ezen a versenyen? Miért éppen ezzel a dallal? Sokszor a véletlenek irányítják, talán túl sokszor a véletlenek irányítják a zenekart. Az utóbbi években is pályáztunk mindig, csak aztán soha nem került be egyik dalunk sem a 30 dal közé. Most szerencsénk volt. Igazából nem feltétlenül terveztük meg, nem feltétlenül erre a dal műsorra írtuk ezt a dalt, túl sok a dal, hanem így jött ki a zenekarban. Meséld el azt a sztorit azért, ami hozzáfűződik, mert ezt azért ne adjuk ki. Igen, hát nem szokott feltétlenül a dalaimnak életrajzi háttere lenni, ez a dal holott egy szerelmes dal, alapvetően van egy kis életrajzi elem benne, hogy egy halk dobbanás a refrénben, az én kis lányom, a megszületendő február közepén várjuk a megszületendő kis lányom első szívdobbanását. Nak állít egy kicsit emléket. Mi az általános vélekedés a dalotokról? Tehát ugye, ha jól tudom, akkor ez egyfajta műfai kísérletezés is volt a részetekről. Igen, azt, aki ismer minket, meg hallott már több lemezt is tőlünk, az tudja, hogy azért elég sok mindenféle műfajt kipróbálunk, rockzenétől, popzenétől, diszkózenéig, mindenféle műfaj megtalálható a repertoárunkban. Ez például megint csak egy új műfaj volt, kicsit a country-s vonalnak a kipróbálása, és eddig nagyon tetszik, úgy vettük észre a közönségnek. Még élőben nem volt szerencsénk eljátszani, reméljük, hogy... Igen, hol hallhat benneteket a közönség mostanában? Hallhat-e itt Szombathelyen, ha jól tudom, Budapesten hamarosan? Igen, most gőzerővel készülünk, általában ez szokott lenni az év egyik legfontosabb koncertje nálunk. Az év elején mindig egy akvárium koncerttel kezdünk Budapesten, ez most március 14-én lesz, és ilyenkor rakjuk össze azt a műsort, amivel aztán végig fogjuk turnézni, remélhetőleg az egész országot, úgyhogy szerintem nyáron megfordulunk, vagy tavasszal, ősszel biztos Szombathelyen is. Várunk mindenkit szeretettel. Lehet azt mondani, vagy titkon azért remélitek, vagy várható, vagy vannak erre jelek, hogy az, hogy ti ott voltatok a legjobb 30 dal között a Talajrámmal, az mondjuk megnyit majd esetleg új más kapukat is? Hát bizakodóak vagyunk, hiszen ez egy nagyon pozitív, reklámértékű dolog, azt gondolom. Tehát olyan platformokon jelen meg pluszban a zenekar, ahol lehet, hogy amúgy nem feltétlenül. Úgyhogy reméljük, hogy nyilván hoz valami pluszt még azon felül, hogy ott lehettünk és élményekkel gazdagodhattunk. Úgyhogy reménykedünk benne, igen. Most elsősorban a fellépésekre próbáltok, ha jól tudom, itt Szombathelyen van a bázisotok, vagy készülnek esetleg már új dalok is, vagy a fejedben ott van-e, vagy most inkább egy másik szerepre készülsz, sokkal koncentráltabban? Hát sok minden kell, hogy legyen az ember egyszerre is, akár. Az az igazság, hogy ez a dal, hogy bekerültünk, egy kicsit meglepett minket, meg egy kicsit félbe törte, ketté törte a terveinket, mert a márciusi koncertünkön egy lemez szerettünk volna megjelentetni, ezen dolgozunk. Most egyelőre a fele készült el így, hogy egy kicsit át kellett tennünk az energiánkat máshova, úgyhogy reméljük, hogy ez még az idén, sőt, biztos, hogy az idén kész lesz ez a lemez is. Akkor várjuk a Zaporozset Szombathelyi bemutatkozását, és ugyancsak várjuk majd azt a bizonyos lemezt, addig meg hallgassák a pixeleket, ami adathordozón is ezek szerint megtalálható, meg hát gondolom az összes nevezdenei portálon érdemes kutakodni Zaporozset dalok után. Köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok, jó munkát kívánok a továbbiakra, és még egyszer gratulálok. Kedves nézőink, önöket pedig a továbbiakban színházba hívom, hiszen Peter Schaffer, angol drámaíró, Ekfusz című darabja a Vörös Sándor Színház legújabb bemutatója. A Kamarateremben játsszák ezt a darabot, ami megtörtént eseményeken alapuló sztorit dolgoz fel. Egy kamasz fiúnak a büntette körül bonyolódik a cselekmény, és miközben ez a
dráma zajlik, tulajdonképpen a normalitás kérdését boncolgatja a darab. Vajon jobb-e társadalmi elvárásokba simuló örömtelen életet élni, vagy olykor devianciába átcsapó szabadsággal jobb az életünket élni? Erre keresi a választ a darab, amit Krizsán Zsuzsa nézett meg a fotós próbán, és készített róla összefoglalót. A 17 éves Ellen lovardában dolgozik kisegítőként. Egy éjszaka vasszerszámmal megvakít 6 lovat. Megdöbbentő tettére látszólag nincs magyarázat. Az ügyében eljáró bírónő igyekszik megmenteni a fiút, és pszichiáterhez küldi, aki visszavezetheti a normális életbe. Martin, ez a legsokkolóbb eset, amit valaha tárgyaltam. Mondtad a telefonban. Az ítélkező tanácsom börtönbe akarja küldeni a fiút. Egy életre, ha sikerül nekik. 2 óra kemény érvelésbe került, hogy hozzád küldjék. Martin Dizartnak sikerül közel férkőznie a fiúhoz, ám a terápia során elbizonytalanodik. Vajon az ő saját sivár élete, vagy Ellen képzeletvilága és szenvedélyessége hozhat igazi boldogságot? És helyese valakit a normális keretek közé visszaterelni, ha azzal elveszíti a személyisége lényegét? Belekerül a pszichiáter egy olyan világba a fiú által, ami számára teljesen ismeretlen, és az eddigi pszichiátriai gyakorlatnak is, amit megszokott, teljesen ellentmond, és tulajdonképpen ő is elkezd kicsit megzavarodni, hogy tulajdonképpen mi a normális, és mi a nem normális, mi a deviáns, és mi a nem deviáns. Úgy lehet meggyógyítani, hogy ő is menjen vissza a megszokott normális pályára, amit mi is ismerünk, és ne legyen deviáns. De ugyanakkor a pszichológus tudja, ha meg is tudja gyógyítani, az azt jelenti, hogy kivesz az ő egyéniségéből, személyiségéből valamit, amitől már nem ő lesz, tehát nem azt az életet éli. Tehát nagyon veszélyes a pszichológusnak a játéka vagy a feladata, mert tulajdonképpen át kell szabni a delikvensnek a személyiségét, tehát meg kell változtatni. És a pszichiáter nem tudja eldönteni, hogy azzal jót tesz-e, vagy nem. Ültem elől a lovon, éreztem az izzadságot a nyakáról a lábamon. Ellen sajátos rendszert alakít ki, amiben a maga módján boldog. Közben tipikus kamasz, küzd a társadalmi normákkal, az apja elvárásaival, az anyja vallásosságával. Major Erik negyedéves színészhallgatót először láthatja a szombathelyi közönség, aki korábban már dolgozott Zsótér Sándor rendezővel a Radnóti Színház Kakukkfészek című előadásában. Ő boldog, és azt hiszem, hogy a többiek nem boldogok. Vagy én azt érzem, hogy nem ő a legnagyobb vesztese ennek a darabnak, hanem az, hát elsősorban a pszichiáter, de közben az anya és az apa is. Akik lejjenek úgy egy életet, hogy soha nem éreznek csak hasonlót sem, mint ő. Van egy társadalom által elvárt normalitás, vagy létrehozott normalitás, és ezeken a kereteken belül kell mozogni ahhoz, hogy megfeleljünk a körülöttünk lévőknek. Szerintem ez a darab pont arról szól, hogy mi van akkor, hogyha valaki nem ebben a normalitásban találja meg az igazságát, vagy az ő életének a magját, akkor ezt hogyan lehet ezt az embert kezelni, vagy hogy el lehet-e őt egyáltalán ítélni. Melyik szülőt tiltotta meg, hogy televíziót nézzél? Anyád, apád, mindkettő? Zsótér Sándor 3 szereplős Equus feldolgozása más, mint az eddigiek. A színészek több karaktert is megformálnak, a váltások élesek, ami a művészektől és a nézőktől is fokozottabb figyelmet kíván. Nagybakonyi Boglárka játsza az összes női figurát. Ezekben közös, hogy mindannyian a fiúért dolgoznak, de nem ismerik fel, hogy rosszul szeretik őt. Mindegyik nagyon nehéz. Főleg azért, mert én nem voltam ilyen élethelyzetekben, mondjuk koromból adódóan sem. A Jill nevű karakter, aki egy fiatal lány, hát nyilván ő áll hozzám a legközelebb életkor miatt, de ettől függetlenül az is egy nagyon nehéz feladat, és hát ugye anyát játszani, az megint egy nagyon nehéz feladat. Az a közös ebben a 3 nőben, hogy mind a 3-an érted dolgoznak, vagy,
vagy hogy hát ugye a bírónő nyilván meg akarja menteni, az anyja nyilván szeretné, hogy egészséges legyen a gyereke, a barátnője is valamiféle megmentő szándékkal fordul hozzá. Az Equus nehéz témát dolgoz fel. Az olykor nyugtalanító, elgondolkodtató történet 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A két felvonásos darabot a Márkus Emília teremben játsszák. Kedves nézőnk, zenével folytatjuk, ahogy majd a műsor további részében is. Ezúttal egy koncertre invitáljuk önöket Kalló Zsolttal, a Kapella Szavária művészeti vezetőjével. Jó estét kívánunk, Zsolt! Február 9-én vasárnap 19 órakor a Bartók teremben láthatja ismét a közönség a Kapella Szaváriát. Ezúttal mivel várja a közönséget az együttes? Egyik kedvenc zeneszerzőm, József Haydnnak a műveit fogjuk bemutatni, kettő szimfóniát, és közte pedig egy hegedű versenyt. Az első szimfónia a Halleluja szimfónia, amely a 33-as számú szimfónia, 30-as szimfónia, és ezek, többnyire ezek a nevek, elnevezések, hogy Halleluja szimfónia, illetve a végén a gyász szimfónia, ezek a későbbi koroknak a ragadványai, valamiféle történetek fűződnek hozzá. Például a gyász szimfóniánál az a történet, ha jól tudom, hogy egy, a lassú tétele az egy rendkívül szép és egy pozitív hangulatú tétel, és Haydnnak ez volt a kívánsága, hogy a temetésén ezt hangozzék el, illetve hogy ezt játszhatták ott. Egyébként ez egy Sturm und Drang stílusban íródott, egy rendkívül hatásos zene, tele van effektekkel, tehát ebben a korban ez egy nagyon divatos és rendkívül népszerű szerkesztés, illetve zenei mód volt. És a Halleluja szimfónia történetéhez is van valamiféle adalék. Ha jól tudom, ott arról van szó, hogy az első tételben van egy Gregorián dallam, amit beleszőtt a szerző, és tulajdonképpen csak ezért lett ez. És tulajdonképpen egy rövid szimfónia, tehát azzal nyitnánk a koncertet, és közte pedig lenne egy hegedű verseny. József Haydnnak a hegedű versenyi CD-re vettük a Kapella Szaváriával már pár évvel ezelőtt, és ez nem egy közismert hegedű versenye József Haydnnak. A G-dur hegedű versenyét azt ismerjük, a C-dur hegedű versenyt mondhatnám egész gyakran lehet hallani a koncertpódiumon, de amit majd vasárnap hallhat a közönség itt Szombathelyen, ezt az A-dur hegedű versenyt ezt gyakorlatilag nem szokták előadni. Ez kicsit ilyen elkallódott hegedű verseny. Mi viszont szeretjük bemutatni azokat a darabokat is, amelyeket nem nagyon játszanak, hiszen ezek semmivel nem rosszabbak, ezt a szót nem is szabadna kiejteni számon, hiszen remek művekről van szó, Haydn esetében főképpen. Miért fogalmazott úgy, hogy Haydn a kedvenc zeneszerzője? Egyrészt a klasszika rendkívül közel áll hozzám. Persze, hogyha most egy másik alkalomkor lennék itt, amikor mondjuk barokk zenét játszunk, igen, akkor azt mondanám, de Haydn valahogy olyan emberi a zenéje, az egész élete ő neki olyan emberi, és ugye van magyarsághoz is való kötődése, hiszen Eszterházán tevékenykedett, és nagyon szeretem a műveit. Rengeteg kvártettjét adhattam elő, nagyon sok szimfóniát játszhattam, és az oratórikus művei is zseniálisak, és azt tudni kell, hogy az ő korában, a klasszikában ő egy olyan meghatározó egyéniség volt, hogy Mozart is, mint a legnagyobbról beszél Haydnról, és mindenki szeretett volna nála tanulni. Tehát egy olyan tudás birtokosa volt, és egy olyan populáris módon tudta a zenét közvetíteni, hogy azt gondolom, hogy mindenki számára az egyik legnépszerűbb zeneszerző, és hogyha egy laikust például megkérdezünk, hall egy Haydn zenét, rögtön szerintem rávágja, hogy ez Mozart, mert a stílusában nagyon-nagyon hasonló. Mit említett például erről a hegedű versenyről, hogy elkallódott, mi az oka annak, hogy ezek így kevésbé vannak mondjuk szem előtt, vagy kevésbé gyakran csendülnek fel koncertpódiumokon? Egyrészt ugye a kottákat nem mindig őrizték rendesen. Most Eszterházán is tűzvész is volt, tehát rengeteg mű eltűnik, és akkor esetleg ebből megmarad egy kézirat, ami valahová máshová kerül, és ugye a különböző korokban általában a saját korszakuknak a zenéjét játszották. Tehát Haydnnak a zenéjét mondjuk az 1900-as évek elején nem nagyon játszották. Tehát tulajdonképpen ezek a művek nem kerülnek elő. Vannak népszerű hegedű művészek, akik kiválasztanak maguk számára olyan zeneműveket, amik az ő egyéniségéhez passzolnak, és mondjuk
egyik tetszik, másik nem, és mindenki utánozza ezeket a nagyokat, és így könnyen kimaradhatnak ezek a rendkívül különleges és szép csemegék. Ezek a darabok tehát február 9-én vasárnap 19 órakor lesznek hallhatók majd a Bartók teremben, de még utazunk egy kicsit az időben előre. A Kapella házatáján mindig történik valami, készül-e újabb lemezre a zenekar, vagy mi lesz, ami idén nagy durranás lesz, ha fogalmazhatok így? Nagy durranás? Én nem szeretem, tulajdonképpen nem szoktunk nagy durranásokat csinálni, csak úgy végezzük a dolgunkat. Durranak ezek így? Tulajdonképpen én nekem már van egy másik kedvenc koncertem, ami Mihály Haydn-nek a koncertje lesz, illetve az ő műveit adjuk elő. Ugyanebben a koncepcióban még soha nem játszottam ezt a Mihály Haydn hegedű versenyt, és egy rendkívül jó zeneszerző, akit gyakorlatilag alig ismer a közönség. A CD felvétel természetesen azt szeretjük, és úgy tűnik, hogy a Hungaroton is nagyon vevő a lemezeinkre, úgyhogy készítünk valóban majd augusztusban egy újabb CD-t, ahol Telemann koncertókat veszünk föl, és ez több hangszerre írt versenyművek. Tulajdonképpen ez hasonlítani fog a Bach lemezünkre, amit legutóbb jelent meg, talán szeptemberben, 19 szeptemberében, és ott kettős versenyek, hármas versenyek szólaltak meg, nagyszerű magyar szólistákkal, Paulik László, aki tavaly kapott Liszt díjat, illetve Pap Dániel hegedű szólójával is velem, valamint Bertal Andrea fuvola művész és Paprita csembaló művésszel. Úgyhogy ezek erre hasonlít, de előtte már hamarosan megjelenik egy Mozart lemezünk, ahol Hafner szerenádját és a szerenáta notturnóját adjuk elő Nikolász Megigen vezéletével. Akivel ugye gyakran dolgozik együtt a zenekar. Hogy zajlik ez, ugye? Azt mindig elmondja vagy Rácz Gábor, vagy Kalózs Zsolt, hogy a Hungarotonnal nagyon jó az együttműködés. A zenekar ajánlja a darabokat, amikből aztán CD születik, vagy van egyfajta igény a kiadó részéről, hogy mit szeretne hallani, hallatni? Hál' Istennek tetszenek az ötleteim nekik. Az utóbbi időben az a tendencia, hogy a kevésbé ismert műveket ugye rengeteget adtunk elő, tehát amelyek olyan zeneszerzők művei. Ezt szerette a Hungaroton, hogy ilyen első kiadásokat. Viszont napjainkban egyre népszerűbb az, hogy már előadott darabokat a korhű hangszereken is megszólaltassuk, és hát nekünk tetszik ez. Tehát például a brandenburgi versenyeket CD-n rögzíteni a számunkra óriási kihívás, és rendkívül nagy ünnepi emlék marad. És hát adunk ötleteket, és vagy vevők, vagy nem, általában szeretik az ötleteinket, és ennek mi nagyon örülünk. Ugye itt az előbb a Zaporozsec tagja is elmondják, hogy fontos az, hogy fizikai adott hordozón is ott legyen a lemez. Komoly zenében meg talán ez még fokozottabban jelen van. Ott van még talán nagyobb igény is arra, hogy kézbe vehető legyen a lemez. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, a megörökítés, bár magam nem hallgatom meg a saját CD-nket, én engem ezt nem igazán szeretem. Ha elég nekem akkor lehallgatni, amikor ugye elkészül a CD, nem tudom nyugodtan hallgatni. Én zenélni szeretek, és azért hadd mondjam el, hogy a CD felvételek azért soha nem adják vissza a koncert atmoszféráját. Tehát azért egy koncertre eljönni az egész más. Úgyhogy tegyenek így önök is, mégpedig, hogyha Haydn-t akarnak a Kapella Szavária előadásában hallgatni, még egyszer elmondom az időpontot, február 9-e vasárnap 19 óra. Köszönöm a koncertajánlót és a beszélgetés további részét is. Kedves nézőink, ahogy ígértem, de zenével folytatjuk, ezúttal ismét könnyű zenével. Kóbor Zsóka és Polgár Patrik nemrég a Bájoló című sorozat vendége volt a Berzsenyi Könyvtárban, ahol beszéltek egy kicsit a formációjukról, arról, hogy mit zenélnek. Farkas Réka beszélgetett az együttes tagjaival. Egy érces hang és egy gitár. Fülbemászó dallamok és jó szövegek. Ennyi elég ahhoz, hogy lendületet vegyen egy zenei karrier. Kóbor Zsóka és Polgár Patrik akusztikus duója 2018-ban alakult, bár ismertségük pár évvel korábbra nyúlik vissza.
Ezából van egy közös pontunk, a Szent Gotthárd. Mind a ketten oda jártunk iskolába, és én egy Szent Gotthárdi tehetségkutatóban vettem részt, ahol Patrik úgymondva felfigyelt rám, és azután keresett meg, hogy zenéljünk együtt. És hogy fogadtátok azt a hírt, hogy a Valamiért című számotok a 2020-as dal versenyprogramjába bekerült? Hát nézd, nem nagyon tudtuk felfogni szerintem még most sem igazán. Viccesen alakult ez a történet, mert hogy a kör e-mailből, amiben tudatták a versenyzőkkel, hogy ki az, aki bekerült, mi ebből az e-mailből kimaradtunk, és teljesen váratlanul egy hétfői délutáni napon hívtak fel, hogy sziasztok, akkor holnap be tudnátok jönni? És akkor így kérdeztem, hogy de hát, hogy miért? Mert lesz egy sajtótájékoztató, és még akkor sem mondták el, hogy bekerültünk, úgyhogy felmentünk Pestre, és a sajtótájékoztatón derült ki számunkra, hogy most akkor ez tényleg összejött. A zenészekkel Boros Ferenc beszélgetett. A közönség sok mindent megtudhatott a dalok keletkezéséről. Zsóka a klipforgatás részleteiről is beszélt. Szentendrén forgattuk, és hát tulajdonképpen én Szentendre utcáin sétálgatok a videóklip első felében, a másik felében pedig egy kádban fekszem, és ott énekelek. Hát nem tudom, Patrik. Igen, nagyon jó volt egyébként a forgatás, vicces volt, hogy azt a kádat fel kellett tölteni vízzel, aztán ott fél óráig ügyködtünk, hogy ott valami hab is legyen, úgyhogy nem is tudom, valami több mint egy liter habfürdőt belenyomtunk abba a kádba. Reggeltől estig tartott a forgatás, úgyhogy hát húzós volt, de szerintem amit elképzeltünk, azt meg is tudtuk valósítani. Zsóka és Patrik tavasszal turnézni indulnak. Székesfehérváron, Pápán, Budapesten és Monoron láthatja őket a közönség. És akkor ismét komoly zene, mert hogy a Szavária Szimfonikus Zenekar is várja a koncertközönséget a Szimfónia Bérlet következő előadására. Tisztelettel köszöntöm a stúdióban Kis Barnát, a zenekar igazgatóját, és Káli Gábort, aki karmesterként mutatkozik be Szombathelyen, mondhatom mértékben. Ezt? Abszolút mértékben. Gábor főleg külföldön tevékenykedik, hiszen a főiskolás évek után kikerült, és ott építette fel azt a pályát, ami nagyon szép ívűnek tűnik, és hát most, hogy Magyarország felé is már tekinget, igyekszünk mi is belépni abba a sorba, hogy a magyar zenekarok élén is láthassák. Nem mi vagyunk az elsők, de ahogy legutolsó beszélgetők, az utolsók sem ebben a sorban. Van még olyan magyar zenekar, ahol Gábor még nem vezényelt, de most mi is megtapasztalhatjuk majd, hogy miért is tartják egy nagyon komoly ígéretnek. Akkor egy kicsit hadd kérdezzem még, hogy miért éppen a külföldi karrier az, ami először dominált, és aztán mi az, ami vonza vissza Magyarországra? Tulajdonképpen a tanulmányaim vittek ki Berlinbe, és Németországban élek azóta is 15 éve, de hát a szívem természetesen ide köt, és aztán hál' Istennek az utóbbi 4-5 évben már rendszeresen visszajárok, és több helyen dirigálok, és nagyon örülök, hogy lassan most már szinte az összes zenekart megismerhetem, és most Szombathelyen vagyok. Tehát igazából a hazaszeretet az, ami visszahív nagyon erősen, persze. De nyilván nem véletlen, hogy szívesen látják az itthoni zenekarok, mert hiszen fontos szakmai eredmények kövezik, vagy övezik ezt az utat, az eddigi utat is. Hát lehet, hogy jobb azért, hogy nem Gábor mondja ezt, jó, hogy azért hol tart, mert ez olyan kicsit önfényezésnek hatna. Szóval azért az elmúlt években két nagyon komoly verseny is az legelső kategóriába került, megnyerte a tájvani nemzetközi karmesterversenyt, és megnyerte a salzburgi festspiel kapcsán megrendezett versenyt is, és ezek azért nagyon komoly
névjegyek, úgyhogy ennek kapcsán azért úgy gondolom, hogy könnyebben nyílnak olyan ajtók, amik egy nemzetközi karriert elősegítenek. Ugye hát tudjuk, Szombathelyen van egy ilyen karmester, aki hasonlóképpen külföldi versenygyőzelmekkel indult a pályán, és tőle pont most fogunk majd megválni, de most ne Gergőről beszélünk, hogy folytassuk Gáborra. Igen, ez így van, és ez nagyon sok meghívást hozott természetesen külföldön, Ázsiában is, ugye az ázsiai verseny miatt ott is megismertek, és hát ez egy, az egyik csúcsa volt szerintem az eddigi karrieremnek az, hogy a salzburgi győzelem miatt kaptam egy lehetőséget, hogy a salzburgi fesztiválon magam debütálhassak egy nagy koncerttel a bécsi rádiózenekarra. Ez most a legutóbbi nyáron volt. Ön miért a karmesterség mellett köteleződött el? Ha jól tudom, zongoraművészi diplomája is van, hogy mondják ezt? Azt épp nem szereztem meg, de a Zeneakadémián két szakot végig kezdtem el lényegében, mielőtt Berlinbe mentem a csak karmester szak, tehát csak karmester diplomám végül is, de a zongor az nagyon erőteljes volt. Én egész kisgyermekkoromban, hát olyan 9-10 éves lettem, amikor én eldöntöttem, hogy én karmester szeretnék lenni. És ezzel egy picit rá is térek erre a programra, amit most vezényelni fogok el héten, hogy az egyik darab az a Dvorák 9. szimfónia. És ez a darab, azt mondhatom, aminek kapcsán én eldöntöttem, hogy én karmester leszek. Tehát ez az, amiben én beleszerettem, és én otthon én ezt vezényeltem, és kipróbáltam magamnak a lemezi, akkor még lemezjátszom. És tehát ez tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez az arab, amit legrégebben ismerek. És én nagyon örülök ezt, amikor minden alkalommal, amikor ezt vezényelhetem. Hogy véletlen? Vagy van benne valami szándékosság, hogy összetalálkozzon a karmester és a darab? Hogy van ez? Igazából azért nálunk van egy olyan műsorszerkesztési trend, hogy a karmestert megkérdezzük, hogy körülbelül mit szeretne vezényelni. Tehát jelen esetben Gábor megkapta tőlünk azt a lehetőséget, hogy a kedvenc darabját elvezényhesse. Az egy külön szerencse, hogy neki a Dvorák Újvilág szimfónia kedvenc, és mondjuk nem egy Schönberg vagy egy Weber opusz, tehát egy közönség barátabb, azt hiszem. Úgyhogy én, és a zenekar is egyébként nagyon kedveli magát a Dvorák muzsikát, remélem tudja is, de hát ezt Gábor talán jobban meg tudja ítélni, úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez egy nagyon szerencsés döntés. Ezért a próba folyamat zajlik nyilván már. Milyen a hangulat, az együtt dolgozás a szombathelyi zenészekkel? Én nagyon élvezem, nagyon élvezem. Azt érzem, hogy nagyon-nagyon gyorsan, nagyon magas szintre tudunk eljutni. Tehát olyan színek és olyan finomságok tudnak megszólalni már az első napon, ami engem nagyon lenyűgözött. Szóval ez és a mai napon, hogy ezt folytattuk, ez még mélyebbre ástunk. És hát ugye különböző darabok lesz, egy Mendelssohn hegedű verseny, teljesen különböző stílusokban játszunk, az a Mozart, amit szintén én választottam, ez az Idomeni operának a nyitánya és a balett zenéje, ami egy ritkán játszott darab, de Mozartnak az egyik kedvenc zenéje volt, és örülök, hogy belekerült ebbe a programba, mert tulajdonképpen Mozart, egy igazi Mozart, de egy kevésbé ismert darabja. Tehát egy picit így színesíti egyrészt a zenekarnak is a repertoár szerintem, és a közönségnek is Szombathelyen ez egy új felfedezés lehet. Még egyszer tehát, illetve pontosabban az még első hangzott, hogy február 7-én 19 órakor a Szimfónia Bérlet 5. előadása lesz ez az említett produkció. Ugye Mozartot, Mendelssohnt és Dvorákot hallhatja majd a közönség Káli Gábor vezénye, de lesz még egy közreműködője is ennek az estnek. Így van, Giovanni Guzzo, olasz hegedű művészt hívtuk meg. Ő tudni kell, hogy Magyarországon már több alkalommal feltűnt, ő a fesztivál zenekarnak állandó meghívott koncertmestere, és egyébként pedig ő külföldön is hasonló szerepkörben dolgozik. Nagyon érdekes személyiség, hiszen koncertmesterként egy zenekar élén kell állni, viszont mellette meg szólistaként is jelen van, tehát ez úgy gondolom, hogy az együttműködésnek mind a két oldalát nagyon jól tudja, hogy szólistaként hogyan kell, és koncertmesterként egy zenekar, hogy kapcsolódik ez a dolog össze, úgyhogy hiszek benne, hogy ő is egy nagyon jó választás volt, és hát ő is egy új arc Szombathelyen, tehát vele sem találkozott még a közönségünk, ugye ez a másik, amit mi igyekszünk azért, hogy ne csak egy megszokott arcok jönnek évről évre vissza, mindig akarunk valami újat kínálni. Úgyhogy idén most ebben az évben. Szintén egy menedzseri ajánlásán, tehát Gábort menedzselő magyar koncertiroda van kapcsolatban Giovannival is, és aztán így teljesen adta magát a dolog. Tehát ha Gábor kapcsán hitelesnek találom az ajánlást, akkor nem hiszem, hogy egy szólista kapcsán ez ebből
ne lenne itt, meg hát eleve a nevek és a tartalom, amit ő le tud, fel tud mutatni, az garantálja a minőséget, mert van egy szint, amikor már nem nagyon működik az, hogy én leírom, de azt a közben nem tudom megoldani. Tehát Giovanni neve mögött azért vannak ilyen sorok, amik garantálják a minőséget. Gábor, arra alkalma volt már, hogy egy kicsit körülnézzen a városban? Én jártam már egy párszor a városban, ugyan nem hosszan, de igyekszem. És hogyha most vége lesz ennek az együttmunkálkodásnak itt a koncert lezárultát követően, akkor önt merre sodorja tovább az élet? Ausztriába sodor, legelőször Dresdába, a Semper Operben varázsfólát dirigálok, Grazban kezdek egy produkciót, a Bizé gyöngyhalászok, de ebben az évadban még Franciaországban megyek kétszer, és Szentpétervárra. Először fogok Oroszországban vezényelni. És ott is operált vagy? Nem, vagy ott nem szimfonikus koncert. Azért volt ez ott is opera, mert azért azt Gábor azt nem említette, hogy ő az opera világából indul vissza most a szimfonikus irodalom. Tehát leginkább az operákat vezényelt. Abból indultál. Tulajdonképpen a főiskola utáni 8-9 évben én a német operák, különböző operázakban az opera vonalon mozogtam. És de tulajdonképpen a színház minden formáját, zenés formáját kipróbáltam, tehát musicalt, operettet, balettet, és az egyszerűbb operáktól kezdve a 20. század legnehezebb darabjaik is. A személyes választás, hogy az operairodalomban próbál egy kicsit mélyebben? Azt hiszem, hogy ez Németország miatt lett, mert ugye ott végeztem, és Németországban van, azt hiszem, hogy Európában a legtöbb operaház. Tehát még ha visszamenjünk tényleg, hogy Herbert von Karajánt említjük, ez a szisztéma, hogy nagyon sok helyen van operáz, kis operáz, közepes, nagy, és még Karajan is ebben a szisztémában nőtt föl, hogy először szongoristaként kezdte, nagyobb helyre került, zeneigazgató lett, és hát tudjuk a végén ugye a berlini filharmonikusoknál. De ez a rendszer, ez a mai napig él, és ez egy nagyon jó tanuló lehetőség, pláne hogy az én esetemben nekem a zongora nagyon kézben volt, tehát szóló szinten, ami nagyon kell ahhoz, hogy az ember flottul játssza ezeket az operákat, és a legjobb iskola szerintem egy karmester számára, az opera az a legnehezebb műfaj vezénylésileg, de viszont azt éreztem, hogy egy idő után a koncertrepertoárral is szeretnék foglalkozni, és egy kis más levegőt is szerettem volna beengedni. Ezért most kevesebb operát dirigálok, több koncertet. Akkor tehát február 7-én, este 7 órakor a Bartók teremben, a Szimfónia bérletben Giovanni Guzzo és Káli Gábor, hogy mondják ezt, közreműködésével irányítását, igen, a Szamária Szimfonikus Zenekar Mozartot, Mendelssohnt és Dvorzsákot játszik majd, aztán valószínűleg találkozunk még Gáborral, a későbbiekben is majd meglátjuk. Reméljük, hát ugye így. Most már puding próbálja. Reméljük, jól sikerül az evés is. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézők, önöknek pedig a figyelmet. Szép estét kívánok, viszontlátásra. A műsorvezetőt a Jean Store öltöztette. Műsorvezetőnk frizurájáról a Revitál Szépségszalon gondoskodott.